A Halloween sokan tévesen ítélik meg napjainkban. Az október 31-én tartott jelmezes beöltözős bulik, és csak itt vagy csalunk játékok nem az Egyesült Államokhoz kapcsolódnak, sokkal inkább egy ősikelt a hagyományhoz kötődnek. Manapság azonban az amerikai példa jut mindenkinek az eszébe. Dalmandon nem törődnek a Halloween eredetével. Népszerűek voltak a boszorkányos jelmezek, az arcfestések, és voltak olyanok, akik zombinak öltöztek. Az egyik jelmezes lány például azt mondta, ilyenkor úgy is viselkedik, mint egy zombi. Én azért öltöztem zombinak, mert azt hittem, szerintem, hogy nyerni fogok. Ilyenkor úgy járok, mint a zombik, hogy üvöltözöm, mint a zombik. És akkor, hát, hogyha olyan van, akkor olyat is eszem, mint a zombi. Hát, láttam ilyen olyan sütiket, mint az agy, és akkor az megtetszett, és remélhetőleg majd ehetünk is belőle. A gyerekeknek különböző játékokat kínálnak a szervezők. A település polgármestere azt mondja, már harmadik éve rendezik ezt a partit. Stanné Juhász Luca szerint ez azért jó, mert a szülők és a gyerekek együtt tudnak dolgozni, és összehozza a generációkat a jelmezben eltöltött közös este. Három éve rendezzük a tök jó buli rendezvényt, sikeresen, évről évre nagyobb a nézettsége, nagyobb a részvételi arány, tök jó süteményeket sütünk, ami utána kisorsolásra kerül, tehát a legszebb és legrémesebb sütemény kapja az első helyezést. Szülőket, gyermekeket együtt mozgatunk meg, részt vesz a szülő is, tehát szülő is öltözhet jelmezbe a gyermekével együtt, és részt vesznek a felnőtteknek is szervezünk játékot, külön a gyerekeknek is szervezünk, a gyerekek akkor itt ügyességi játékon vesznek részt, a felnőttek pedig már kicsit rémesebb játékokon, amit mi találunk ki, pedagógusaink segítségével, tehát elkülönülünk ilyenkor, külön vonulnak a felnőttek, külön a gyermekeknek ügyességi játékok vannak, a felnőtteknek pedig rémes, gyilkosos játékok, ami ide vonza végül is a szülőket is, nagyszülőket is, meg a piciket, nagyokat egyaránt. Hát a sötétség varázsa, és az, hogy a gyermekek, óvodások elemlámpával keresik az eldugott tök jó dolgokat, tehát ez számukra egy nagyon nagy élvezet. Kiemeli az óvodás gyermeket, kiemeli az iskolás gyermeket, kiemeli az óvodás szülőt, iskolás szülőt, ezáltal a nagyszülőt. Tehát, ha itt végignézünk a rendezvényen, hiába van sötét, ugyanúgy itt van a kiskorosztály, középkorosztály, idős korosztály, minden korosztályt megtalálhatunk egy ilyen tök jó partin belül.